Batumi és a hetedik nap reggele. Hát, a távolban látható Funívia, talán itt Lanovkának hívják, viszi fölfelé a népeket a hegyre. Igen, igen, már 10 óra elmúlt, de mi föl tudtunk vergődni a tegnap késői éjszakai érkezés, vagy inkább ma hajnali érkezés örömére. Aztán egy ilyen gyönyörű munkásszálló legfőső emeletén kaptunk lehetőséget. Nem örültek nekünk a török vendégmunkások, de ennek ellenére azt mondom, hogy a szállás bár nagyon nem volt szép, de rettentő autentikus, és azért a low budget kategóriához egy ilyen helyen aludni méltóképpen viselkedtünk. Batumi sűrű és eklektikus, rengeteget nem változott továbbra sem. A zsírúj toronyházak, üvegházak, csillivilli betonvas épületek között kiskertek bújnak meg, alacsony múlt századbeli házakkal. És azt kell, hogy mondjam, hogy ha 2018-ban itt jártam, akkor még megvolt a ganzművek emelő-dalú rendszere, mindjárt átfordítom a kikötőre a kamerát, akkor az valószínűleg a mai napig itt meredezik valahol, talán ott kékül a tenger irányába. A fekete tenger klímája is megérkezett, 30 fokot jósolnak már. Ez a 2000 méter fölötti hegyekbeli kommandózásunkat kicsit, úgymond, változatossá teszi. Én a továbbja lapozó ágyon, a munkásszálló harmadik emeletén tekerem a lavast a friss házi sajttal, kaporral és zöldségekkel a reggeli gyanánt. Azt hiszem, hogy egészség, Péter. Madlob. Ez egyébként a lavas, amiből így mindjárt csinál magamnak is egy tekercset. Nemzeti kaja. Frissen bevideózok a főnöki szobába. A Sztálin elvtársnak is lehetne itt a főmágusi helye. Ez a munkásszállónak a kezelő szobája volt. Aztán gyorsan is vettem onnan a fényt, nehogy valakit belezavarjalak. Bár most még nem jönnek be, úgyhogy gyorsan bevideózom még egyszer. Hangulatát mi adhatná jobban vissza, mint hogy benézzünk egy ilyen jellegű sötét hangárba. Egy bazár jellegű dologba. A drótkerítés, igen. Valójában van itt minden. Mi csak szemszájnak ingere. Szerencsére nem túl nagy a helység, így aztán Pétert nem fogom túlterhelni a hülyeségeimmel. Egy soron bevegyünk. Hű, ez egy igazi kánán dohányosoknak. Nem aprózzák el. Kilószámra nyomják a cuccost. Bontogatom a derékszélben lévő tartalék lóvét, mert itt még csak nem is Batumiban a pénztár nem is elő van, hanem hátul. És jobb az ilyen sötét sikátorokba elhúzódni, hogy könnyebben el tudják venni az emberből a pénzt. A maradékot azt mindig visszacsomagoljuk egy ilyen bízhatlan zacskóba. Ez persze technikát pluszként mutatom be azoknak az utazóknak, akiket egyébként a túlélés gyakorlatára oktatom. Aztán szépen ide a derékszínak a kettőbe volt utcával visszaadjuk a lóvét. Majd pedig felöltözünk. És gyenge legyen az a férfi ember, aki nem képes önmagát megvédeni azzal kapcsolatosan, hogy innen vegyék el a pénzemet, és megvár pénzt látani. Mi érdekfeszítetlen nem látnék azon a dolgon, hogy a távolban lévő templomtornyok, a Batumi építkezések és a többik mit tervezhettek ezen a környéken.
de az bizonyos, hogy például az utcán heverésző fél Mercedes, az teljesen jól érzi magát. Ilyen kis absztrakt dolgokkal kell itt szembesülni. Venir boltok kilakataiba teljesen belevészve Batumiba, ugyebár nagyon turistákra épül ez a világ. Észre se vettük, hogy elmegyünk egy olyan ortodox templom mellett, amelyről Péter mindjárt beszerette számolni nektek. 19. század második felében épült orosz ortodox templom. Nem a tipikus hagymakupolás templom, hanem picit nyugati stílusú. Ja, már betért, átkelekítettek ezt már súlyt. Már nem orosz ortodox. Posztszovjet hangulatot tükröz, a mellettem lévő tangóharmonikástól kezdve minden olyan jellegű dolog, ami hozzátartozik Batumihoz. Többek között még Péter is, aki nyomja a kvaszt. És kicsit vietnámi stílusban próbálom meg előadni a dolgot, elegem volt az oldaltáskákból, és inkább beruháztam egy igazi, originál kínai túlélőzsákra, amikben meglátjuk, hogy meddig fog kitartani. Néztünk ugyan egy olyan taktikai boltba, ahol ugyebár hihetetlen kínálattal mindent meg lehet kapni a grúzoknál. Ez valami elképesztően bőséges. A taktikál.ge oldalon megláthatjátok, hogy milyen szépségeket lehet itt beszerezni. Célállomásunk, nem fogjátok elhinni, egy újabb marsrutka állomás lesz, ahol ami vidéki kis faluba fogunk kivánszorogni, és a többi majd még kiderül a mai nap folyamán. Costa Rica bárban. Azt mondta Péter, hogy Costa Ricában fogunk kikötni, vagy én értettem valamit félre. Na, a vörös ruhába oroszul kiabáló nénitől végre megszabadultunk. Akkor megmutatom Batumi testén ezeket a tájsebeket, amit akár a Careful, akár mindenféle UFO építőimények, meg még a Wendy's is itt jelen van. De ha végre valahára találtunk egy szépségesnek mondható tánciskolát is, ami szerintem ezzel a görögnek tűnő oszlopsorával, nem értek az építészethez továbbra sem, még mindig kiemelkedően gyönyörű. Ez a klasszikus balettiskola. Péter elmondása szerint innen 8 méterről belőlem ez a klasszikus balettiskola. Mögötte meg minden, ami óborzalomnak nevezhető. Breko, breko, bratum, Batumi. Mi más, már megint marsrutka. De legalább Batumi belvárosába tudunk nyugodtan videózgatni. Ez pedig már a Fekete-tenger farti érkezésünk. Meg lesz ez is. Nincs önnek túl sokan, kis kárulatlan időjárásban. Batumi elhagyása után Sárpiba érkeztünk. Nem, Kvariát. Sárpi, Péter szerint Kvariáti Sárpi, én úgy olvastam, teljesen mindegy, hogy ő mit értelmez. Dimbes, dombos terület, néhány kilométernyire határtól, Fekete-tenger partján. Hát igen, kicsit úgy vagyunk felszerelkezve, mint a gyengécvező cigányok. Mindenáron próbálom nektek visszatükrözni azt a buja növényzetet, azt a vadregényességet, hogy sajnos az autó trafikja a forgalmaz valami óborzalom, de tényleg pipálnak a hegyek, nagyon-nagyon magas a páratartalom, jó a hőmérséklet, isteni kirándulóhely Batumi. És ahogy Péter ígérte, és megérkeztünk Costa Ricába. És majdnem beindult. Egy Pobeda típusú erőgép. Ilyen volt Európában, Varszában. Willis, mit jó? Willis, sziget! Willis! Willis. Ja, már csak. Itt a gáz 20, de a Pobeda. Hát ennek a kipróbálását sajnos nem fogják rám bízni. Mindjárt meg kell. De megpróbálok videózgatni. Ez a gaz típusú erőgéppel kapcsolatosan. Megnézzük a hátulját is.
milyen csodálatosan szépen néz ki egy ilyen régi, igazi mafiózós autó. Hát, kormányváltó játszik benne az, tuti fix. Kicsit igénytelenebb azért, mint egy Volga, de határozottan szépséges ország ő is. Csak 8-at eszik. Ja, ebben nem most a 2-4-es motor van, ebben 2-1-es gross motor van. Igazi stabilizál! Mikor a kiadás? Skolka lett? 50 lett a magoda, mikor? 1953. 70 lett. 70 éves ahol. Napi szinten használja? Каждый день или иначе. А сына? Ну, сейчас не каждый день. Раньше было каждый день. Потом он годами стоял. Потом опять. Да сейчас, знаешь как, побрать. Időnként beindítja. Itt akik benne, itt közlekedik benne vele a belvárosban? Вот все, что на нем есть, да? Нету с другой победы даже. Все равно, и двигаться. Дорого, но у меня очень много всего есть дома. Когда я родился, эта машина во дворе стояла у меня дома. Это... Мне 63 года, а ему 70. Я здесь на этом сиденье вырос. Бэ, кините озайте, отменяйте его большой. Салон можно посмотреть. Ó. Van igazi Trabant szakban benne. Oi, drogi, ez Trabant. Trabant, ez a GD. Da, GDR. On put is ezt tenni. Trabant Malek. Malek, jaj, 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 közben beszélgettek a Trabantomról. Ez pedig a lavas kemencéje. Itt látjátok, belsőből vannak föltámasztva a kenyerek, és azt forgatja le a figura. Így az este közelettével Batumi Kulturális Központjánál járunk, néhány méternyire tőlünk a Fekete-tenger, mögötte az épületek pedig csillivili és hatalmas üveg és betontigris épületek. A Marriott Hotel hátsó látványával mutatjuk meg nektek a nem túl fürödhető Fekete-tenger partvonalát. Pár százan azért már vannak itt ezen a nagyon hosszú területen, de a pár százból egyetlen egy madár van még benne a vízbe. Égen földön nem látok többet, ha csak Péter bele nem megy, hogy a többes számot tudja prezentálni. Most hát ezek a pálmafák állhatnának bárhol, bármely tengerpartján, de hogyha behatárolom azt, hogy itt elsősorban grúzul, oroszul, törekül, örményül beszélgetnek az emberek, azért kiderül, hogy ez itt a Fekete-tenger partja. És hát Batumiról tudni kell, hogy borzasztóan csapadékos páratartalma ma eléggé magas. Nem is tudom ezt kifejezni, hát olyan nyomott hangulata van az egésznek. A naplementét próbáltam levideózni, de még az sem igazándiból sikerült. A két órás időeltolódás amúgy is kicsit úgy elnyomja az embernek a lelkét, de az itt lévő nagyon-nagyon magas páratartalommal teli levegő, ez valami fergeteg, ez valami bódító. Fejezésképpen Batumit egy helyi grúz étteremben helyi finomságokat fogunk megkóstolni. Szubhár csúpa. Igaz? Azon a néven volt. Hát igen. A nagy elő. Egy kikötői kocsmában a dokmunkások között vacsorázva meg. Ez azért egy kemény hely volt. Fél telszámra nyomják a kajt.
Ennyit fizettünk egy nagy tányér húsos levesért és két tárkonyos üdítőért. Ez 1300 forintba állt meg egy kikötői kocsmába. Ez azért keményen odavert. Következőkörülve csak azért az érdekesség, hogy beestünk egy olyan kocsmába, egy olyan boltba szóltatok bevennőket borozni, ahol eszünk ágában nem volt megállni. Na már, Gyosz! Tavad! Szab egyre! Szab csak hárosségi lidi a bújjú! Nagyon jó barátok! Hello! Hánakos is, fanya! Sose fogjátok kitalálni, hogy mi ez a rengeteg zsákban lévő barna színű ipari hulladék. Hát nem az a gyapot, amiből a Trabantot égették ki, és aztán abból építkeztek autót, nem ez bizony. Ott szabad, a márka neve. Szabadon vásárolható dohánytermék. Van Marlboro meg Winston. Van itt szerintem minden. Na, azért, azért az otthoni sóhelységet kifejezve, ez egy középméretű simogatós telefonod az Samsung. Vagy nem tudom, hogy micsoda, viszont a sütemény. Ez tetszik, nem tetszik, de Canterbury a méretét. Boom!